Az aradi vértanúkra gondolva minden magyar szíve elszorul. Október 6-án szerte az országban gyertyák gyúlnak a 48-49-es szabadságharc után kivégzett tábornokok emlékére, mondta beszédében a polgármester Takács László. A kivégzés helyszíne Aradváros neve szimbólum lett. Szimbóluma annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak is, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtéséért, társadalmi haladásáért. Emléke nem lesújt vagy megfélemlít, hanem bátorít és ösztönöz minket, kései utódokat. A magyar kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át. Erőt kell merítenünk az aradi vértanúk bátorságából, hősiességükhöz méltónak kell lenni a mai élőknek, mondta beszédében a polgármester. A 12 kivégzett tábornok és egy ezredes életéről beszélt történelmi visszatekintésében Imréné Lukács Ildikó, a közgazdasági és informatikai szakgimnázium igazgatója. A 13 kivégzett hős egyikét, Aulich Lajost idézte. Talán ő fogalmazta meg legpontosabban, hogy miért harcoltak olyan kitartóan. Harcunk, mellyel Európa két elbízott hatalmassága ellen vezetünk, nem a nemzetiség, hanem a közszabadság harca az abszolutizmus ellen. Győzelmeink elődiadalai a világszabadságnak. Az aradi vértanúk hősök voltak, életüket adták a hazáért, ugyanakkor, és ezt ne felejtsük el, emberek is voltak, ugyanolyanok, mint bármelyikünk, tette hozzá az igazgató. Ezek a férfiak nem meghalni akartak, hanem élni a szabadságért. A bosszú, az abszolutizmus meg akarta alázni őket. Ehelyett azóta is minden évben rájuk emlékezünk. Talán megérdemelnék tőlünk, az utókortól, hogy többet tudjunk róluk, hogy tudjuk, ők is élni szerettek volna. A beszédek után a közgazdasági iskola diákjainak irodalmi műsorát láthatták az emlékezők. Ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak az igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Majd az önkormányzat, hivatalok, pártok, iskolák és civil szervezetek képviselői helyezték el a tiszteletvirágait Nagy Sándor József emléktáblájánál. A megemlékezést sortűz zárta.